Tüntetést szerveznek a legnagyobb követőtáborral rendelkező hazai tartalomkészítők péntekre, mert kiábrándítónak tartják, hogy a pápa látogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Két szervezővel, Pottyondi Edinával és Osváth Zsolttal beszélgetünk. Így van, ahogy írták, 9 elkeseredett, de annál elszántabb vélemény vezér youtuber szervezi ezt a tüntetést, mert úgy érzik, hogy meg kell szólalniuk. Itt vannak ketten a szervezők közül, Pottyondi Edina és Osváth Zsolt. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Szervusztok. Jó estét a nézőknek. Miért éreztétek, gondoltátok, hogy most meg kell szólalnotok? Egyáltalán hogy jött össze ez a 9-es csapat? Ki kezdte ezt szervezni, hogy most itt pénteken legyen egy tüntetés? Szeret szerénkedni, úgyhogy akkor mondom én. Én csak itt ülni fogok. Megpróbálok szóra bírni. Ede volt az, aki szerintem ennek így az írmagját elültette, és hát szerintem nagyjából nett olyan 30 másodpercen belül megtalálta azt a 8 embert, aki azonnal csatlakozott hozzá, és ugyanúgy a zászlójára tűzte. A többit azt mondja el, Edina. De miért érezted ezt, hogy ezt most kell megtenni? Az elmúlt években nem volt olyan, ugye, ami annyira felháborított, hogy azt mondta, hogy most kell akkor ezt megtenni, amit most megtesztek. Hát én politikai tartalmú, politikai témájú videókat készítek, de az a helyzet, hogy az elmúlt 3-3,5 évben, amióta én ezt csinálom, azóta még csak fantáziám sem volt ahhoz, hogy egy ilyen ügyet elképzeljek. Szóval én most azt gondolom, hogy egy olyan kritikus ponthoz érkezett a rendszer, egy olyan leleplező pillanatának vagyunk tanúi, hogy ahogy a Zsolt szokott fogalmazni, rés nyílt a pajzson. Nyugodtan mondani. Igen, hogy én úgy képzelem most Rogán Antalt, hogy van mondjuk 10 lyuk a hajón, és neki csak 2 keze van, és így próbálja befogdosni, mert mindenhonnan jön föl a víz. Olyan annyi irányból indult el ez az ügy, hogy én is csak kapkodom a fejemet, de az biztos, hogy azok a problémák, amiket eddig is szerintem elég sokan láttunk ebben az országban, azok most így, mintha összpontosultak volna, és talán most nagyobb a figyelem, most könnyebben át lehet adni egy olyan üzenetet, ami konstruktív, ami nem arról szól, hogy Orbán Viktor mondjon le, hanem arról, hogy végre elkezdhessünk polgármódjára viselkedni. És mondjuk iszonyatosan fontos dolgokról beszélni, mint hát a gyermekvédelem. Talán pont ez a legfontosabb, hogy ez az, amiben nincsen megosztottság. Tehát, hogy hiába fogalmazott úgy a kegyelmes asszony, hogy van egy kegyelmi döntés lehet megosztó lehet az, hogy szeretem-e a pacalt, megosztó lehet az, hogy mi a véleményünk a háborúról, amikor szavazni kell. Gyermekbántalmazás esetében nincsen, nem lehet megosztottság, és pont ezt az üzenetet szeretnénk eljutatni mindenki számára, hogy függetlenül attól, hogy a nap végén te hova húzod az X-et, milyen színű zászlót tartasz a magasban, ebben a dologban meg kell egyeznünk. Nincsen. Még sincs mindenhol támogatottságotok, arra gondolok, hogy olvastam tőled, hogy megkerestetek közszereplőket, másokat, konzervatívokat, mindenféle oldalról, elzárkóztak. Mondhattok neveket is, örülni fogunk neki, ha nem mondtok neveket, akkor indokot mondjuk, mit mondtak? Félünk, nem? Vagy mi volt az indok, amivel elutasítottak? Ez egyébként beletenyereltél, mert hogy Edével közöttünk ez egy ilyen vékony jég, egy gyenge pont, egy Zsolti vitaforrás. A Zsolti egy fagyállós gazda. Tehát ő egy ilyen... Nincs pardon. Tehát, hogyha valaki... És őt nem érdekli az, hogy mi az a... Nincs indok. Nem tudok indokot elfogadni arra, ha valaki azt mondja, hogy nem állok ki. Én most nem erre gondoltam a fagyállós gazda alatt, de mindegy. Szóval a Zsolti szerintem mondana neveket, ő nagyon keményen beleállna. Én nem hoznám ilyen helyzetbe ezeket az embereket, de határozottan ismert, tehát kifejezetten ismert emberekről van szó, jobboldali, konzervatív, értékrenddel bíró, egyébként nagyon kultúrált és normális emberekről, és mindannyian azt mondták, hogy nagyon-nagyon zavarja őket az, ami most történik. Talán ők is az utóbbi évek egyik legnagyobb botrányának tartják ezt, de ebben az országban nincs értelme semmit csinálni, mert teljes az apátia. Az apátia volt? Az apátia az, hogy itt semmi nem fog változni.
az a beletörődés, amit egy 4/2-harmados rendszer törvényszerűen okoz. Elképesztően bosszantó, hogy elküldöm valakinek, beszélek valakivel, és erre azt mondja, hogy minden szavatokkal. Tudod, hogy mennyire. De sajnos a csatorna, ahol dolgozom, nem engedi. Van egy szerződése, még júniusig, májusig, akármi. Vagy... De ez még a jobbik eset. Ez, igen, ez igen. Vagy, eset, vagy amikor... Mert valamikor csak annyi az indok, hogy kaptunk, én azon bosszankodtam, hogy kaptunk valakitől egy ilyen másfél oldalas kioktató levelet arról, hogy miért ne gyerekek, csináljuk? Itt nincs, ez nincs, nem, ez egy ilyen, higgyétek el, itt csak annyi történt, hogy a Novák Katalin azt se tudta, hogy mit írt alá, ez egy, az a helyzet, hogy ezek tök hülyék, és... Jó, és akkor miért, tehát, van értelme? Tehát nektek mi az ellenérvetek? Nyilván mindenki föl tudna hozni az ellen, hogy nincs, tényleg nincs értelme tüntetni, és hogyha mondjuk a legfontosabb dologról beszélünk, azokról a rendszerhibákról, amik most felbugyogtak, és most itt Balogh Zoltán videóüzenete után akár a református egyházig is el lehetne menni, de odáig nem menjünk, hanem mondjuk a gyermekvédelemről. Az elmúlt években folyamatosan derült ki Nyíregyháza, Várpalota, Polgár, Inencs, nem sorolom az összeset. Ez és akkor elmentünk az oktatásig, az egészségügyig. Ezek a kiderült esetek, óriási latencia. Ami nem van. Derült. Tehát, hogy miért mondjátok azt, hogy na ennek most van értelme? Hát, hogyha, én azt gondolom, hogy ez viszonylag egyértelmű, és mint mondtam, hogy ez az a pont, amiben mindenkinek egyet kell értenie, oldaltól függetlenül. Tehát ilyen szempontból mondhatnánk, hogy ez egy könnyű pálya, viszont ahogy látjuk nem az, hiszen még ha egyet is értenek, nem mernek sokan, nem akarnak, vagy nem mernek, vagy nem látják értelmét felszólalni, de 9 olyan tartalomgyártót tette ki ezt a nyilatkozatot, akik igazán nagy eléréssel rendelkeznek, akik nem olyan szintű tartalmakat gyártanak, hogy bezárom magamat a kerti budiba és zöldszínű, nem tudom, ételeket eszem egy 24 órán keresztül, hanem kifejezetten társadalmi problémákkal, közélettel, adott esetben politikával foglalkoznak. Elmondod, hogy kik ők azért, ki a 9 ember a szervező? ABC sorrendben, de? Azaria, ugye Baukó Attila, nem akarok beleszólni lányok név szerint, Tapasztó Orsi, Fancsikai Eszter, Nagybányai Judit, Potyondi Edina, a Szabó Márton, Nagy Ádám, és Gulyás Márton. Gulyás Márton és jó maga Mosvájt Zsolt. Tehát ez a 9 tartalomgyártó már jóval egyébként a kiállás előtt is rendszeresen foglalkozott olyan akár társadalmi érzékeny ügyekkel, amire sokszor mi hívtuk fel a figyelmet, vagy sokszor mi ütöttük a tamtamot, de én ma, ha nem mondtam el 40-szer ezt a mondatot, akkor egyszer sem, de mivel, hogy itt még ezt nem mondtam el, azt gondolom, hogy ahogy a miniszterelnöknek, nekünk is lett egy vörös vonalunk, amit meg kellett húznunk, amit nem léphetnek át, és mi is azt gondoljuk, hogy hagyják békén a gyerekeket, csak mi ezt komolyan gondoljuk, mi ezt nem kampány célban, nincsen belőle sem politikai, sem anyagi hasznunk, hanem a nap végén az egyetlen egy olyan dolog van, hogy ha végre sikerül lefeküdnünk aludni, mert az mostanában nem sikerül, elképesztően fáradtak vagyunk, de ha letesszük a párnára a fejünket, akkor azt tudjuk mondani, hogy mi mindent megtettünk. Most a ez szervezés viszi el ennyire az időtöket? Mert most azt olvasom tőled, hogy te nem szerveztél még az életedbe tüntetést, és nem szembesültél ennek a nehézségével, és ez egy berobbant. Igen. Akkor az mit jelent a berobbant? Nagyon sok az érdeklődő? Rengeteg. Nekem egész nap csörgött a telefonom, és közben azért nekem van egy nagyon pici politikai múltam, de nincs nagy tapasztalatom, a többieknek meg még talán ennyi sem, de én nem gondoltam, hogy egy ilyen rendezvénynek a megszervezése ennyi feladattal és munkával és felelősséggel jár, és folyamatosan jönnek az új dolgok, amikre nem is gondoltunk, amikkel problémák, amiket hirtelen meg kell oldani és el kell hárítani, de talán ez nem is annyira érdekes ez az operatív része. Én még annyit szeretnék inkább elmondani, és ezt a kedves nézőknek címezném, hogy 1000 okot lehet találni arra, hogy miért ne szólaljunk meg. De hogy miért szólaljunk meg, annak viszont csak egyetlen egy oka van, és az, hogy ez a mi hazánk. És itt szeretnénk élni, és itt szeretnénk felnevelni a gyerekeinket, és nem akarunk innen elköltözni. És amikor egy ilyen ügy történik, és azzal próbálják meg kiszúrni a szemünket, hogy azzal, hogy Novák Katalin és Varga Judit el lett távolítva, azzal tulajdonképpen a probléma megoldva, nincs itt semmi látnivaló,
az amellett, hogy vérlázító, nevetséges is, hiszen Novák Katalin ezentúl a 4,5 millióját nem fizetésként fogja felvenni, hanem nyugdíjként. Tehát eddig az ország legdrágább golyóstolla, ez a Super Mont Blanc, legalább csinált valamit, bár ne csinált volna semmit, de legalább eddig dolgozott. Mostantól kezdve ezt a pénzt megkapja olyan juttatásokkal, mint lakás, autó, komornyik, titkárság, személyzet, és nincs megoldva ettől függetlenül a probléma. Most attól, hogy Orbán Viktor alkotmányt vagy alaptörvényt fog módosítani, meg törvényeket fog módosítani, állítólag most ebben a pillanatban is közvéleménykutatások folynak arról, hogy hogyan lehet a melegséget a pedofiliával még szorosabban összemosni. Olyan kérdéseket tesznek föl, ami a kémiai kasztrációról szól, amiről lehet vitázni, de egy olyan pozícióba akarják megint beszorítani a velük egyet nem értőket, hogy egy ilyen nagyon bonyolult és nehezen érthető vita alakuljon ki, ami nem fog megoldást hozni. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogyha gyerekvédelem az a valóságban történne, és nem a propagandában. Hát illetve nem avval, hogy mérőszalaggal járnak az emberek, és megnézik, hogy a Líra könyvesbolt és a templom között hány méter van. Nem azzal, hogy befóliázzuk a könyveket, nem azzal, hogy teljesen kizárjuk az iskolában a szexuális felvilágosításban a homoszexualitást, hogy jó magam 10 óra előtt nem jelenhetek meg az élettörténetemmel a televízióban, mert törvény van arra, hogy az propagandának minősül. Nem azzal, hogy az esküvői videómat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vizsgálja, hogy mennyire vagyok én veszélyes a gyerekekre azért, mert én összekötöttem az életemet egy másik férfival. Nem ez a gyermekvédelem. És persze megpróbálhatjuk minden módon összemosni a melegséget a pedofiliával. Ez az a téma, ami például lehet megosztó. Na de az, hogy ez a kegyelmi kérvény, ez most kiderült. Ez a kegyelmi ügy, ez kiderült. Mennyi van, ami nem derült ki? Mennyi van, ami, és nem is fog, mert ugye ez is csak azért derült ki, mert hogy a kúriára került az ügy, és mindenképpen a periratba bele kellett azt írni, hogy egyébként már, Pista, neked nem kell eldöntened, hiszen Kati a kegyelmes már kiengedte Endrét a gyerekek közé, megveregette a vállát, erkölcsi bizonyítvány, tessék visszamenni, tessék nyugodtan segítkezni tovább a pedofiloknak. Tehát, hogy hány ilyen ügy van? Tehát, hogy most az van, hogy óriás plakátokon látjuk, meg vannak védve a gyerekek tőlünk, leginkább melegektől, a Netflix-től, a streaming szolgáltatóktól, sajnos a szörnyetegektől, a pedofiloktól és annak segítőitől nincsenek, és ezeket a hangokat kell nekünk felerősíteni, és teljesen mindegy, hogy ki ül abban a székben, aki a döntéseket meghozza, nekem mindegy, hogy Orbán Viktor vagy bárki más, amennyiben gyermekvédelmi szempontból természetesen, amennyiben a gyermekvédelmi feladatait maradéktalanul ellátja, és abból a döntésekből csak a gyerekek profitálnak. Péntek este Hősök tere, azt még nem mondtuk el, de sajnos be kell fejeznünk. Egyetlen egy gondolat most kapcsolni fogok Márki-Zay Pétert, aki bejelentette, hogy lemondta a szombati saját tüntetésüket, és tulajdonképpen a tiétekhez csatlakoznak. Egy mondatban reagálnátok erre? Vagy nem akartok rá reagálni? Köszönjük szépen mindenkinek, aki támogat, de azt nagyon szeretnénk nagyon élesen aláhúzni, és semmilyen politikai párt, semmilyen politikai mozgolódást nem szeretnénk, hogyha idézőjelben megpróbálna ebből a tortából egy szeletet is kivenni, mert ez a torta kizárólag a gyerekeké, és pontosan ezért is kértük, hogy semmilyen pártlogóval vagy pártjelképpel ne jöjjenek a tüntetésre. Mindenkit várunk szeretettel, a legjobban egyébként annak örülnénk, hogyha konzervatív jobb oldalról is lenne olyan, aki azt mondaná, hogy itt vagyok, megyek, mellétek állok, ez nagyon-nagyon fontos lenne. Sajnos, ahogy ugye a kezdeményezők közé sem sikerült senkit bevonnunk, hogy valószínűleg erre nem lesz precedens. Ettől függetlenül arra szeretnénk tiszteletteljesen megkérni minden politikus és minden politikai pártot, hogy a rendezvényünket támogassa és ne használja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.